akkor ugorjunk neki, ugye tegnap rekordokat döntögettünk, büszke lett magára az a 7 ember, aki feljelentkezett. Többiek meg nyilván akkor kapásból meg tudták mondani a házi feladatot, úgyhogy akkor noszalássuk. Első kérdés. Kézzel állítsd be az ETH0 hálózati interfészt arra a címre. Mi volt a pontos parancs? Legalább a nevét azért ugye összetudjátok szedni. EF-config. Oké. Csináld meg ugyanezt a másik parancsal. Mi volt a másik parancs? IP add, address, és aztán jönünk a paraméter. Jó, oké. Gondolom nagyon nem lepődött meg senki, aki tényleg megcsinálta, ami oda van írva, hogy újraindítás után mi történt. Elvesztetted vissza a feltehetően a DHCP által adott címre. Nyilván itt most ugye feltételeztem valamit, azt, hogy amit csináltatok, azt a tervezettnek megfelelően a virtuális gépben csináltátok, amelyben a virtuális gép szoftver, tehát a virtualizáció szoftver úgy működik, hogy ő gyárilag ad egy beépített DHCP szervert, és a virtuális gépek tőle kaphatnak címet. Nyilván nem kötelező, és a különböző virtualizáció szoftverek megvalósításának függvény, hogy lehet ezt a DHCP szervert kikonfigurálni, vagy rábeszélni mondjuk, hogy statikus cím, mármint, hogy ugyanazt a címet osztogassa, de alapértelmezetten ugye a DHCP-t kap, innentől kezdve ugye a mai disztribúciók jelentős többségében semmit nem kell csinálnod, ahhoz, hogy hálózat működjön. Nagyon jó. Kettes kérdés. Csináld vissza úgy, hogy maradjon is meg. Ez mit jelentett? Szerkeszteni kellett valamilyen konfigurációs, vagy teljesen igazad van. Közben valamelyikőtökkel itt az IRC-le is beszéltem, hogy nem volt igazán tökéletesen precízen megadva a házi feladat, mert én nem tudom már egyszerű, hogy csak akartam mondani, vagy mondtam is, hogy leszel szíves az Ubuntu virtuális gépen csinálni. Azt tudom, hogy a legelső alkalommal mondtam, hogy két virtuális gépet csinálni, egy Ubuntu-t, és lehetőleg ezen csinálod a házit, és egy másikat, amit tök mindegy, hogy milyen felülen választhatsz egy másik Ubuntu-t, vagy nyilván valami desktop-orientáltabbat, teljesen mindegy. De a lényeg az, hogy ugye valamilyen konfigurációs fájlokba bele kellett turkálni. Ha mondjuk az Ubuntu-t választottad, akkor az EPC Network Interfaces volt, ugye az a fájl, amit bele kellett turni, ahhoz, hogy aztán az a beállítás meg is maradjon. Na jó. Oké, harmadik pont, ez egy szemétronda lépés, egyébként egyetértünk. Én magam is minden alkalommal rüheltem, amikor egyéb tanfolyamokon az volt, hogy fél órán keresztül csinálok valamit, vértizzadva kész vagyok, és a következő lépő, akkor ezt most felejtsd el úgy, ahogy van. De szóval mit kellett csinálni? Ugyanezt az interfaces file újra megszerkeszteni, csak éppen vissza kellett írni, hogy csak dinamikus. Magyarul, amit az előbb kitöröltél, azt rakhattad vissza. Nyilvánvalóan az adott esetben, ha te előre végignézted a feladatokat, ami néhány esetben egyébként lehet, jó más esetben kifejezetten ront, abban az esetben ugye tudtad, hogy át akart verni, gyorsan elmentetted az elején a config fájlt, aztán visszamásoltad. Ha nem olvastad végig a feladatokat, akkor ebben az esetben nyilván most megint elővehetted a dokumentumot, hogy a francba is kell dinamikusan beállítani, de hát ugye elhangzott az előző alkalommal, tehát azért annyira nem lehetett, hogy gáz legyen. Na jó, négyes pont, szégyengyalázat, nem tudom ki volt az, ő földobta nekem, hogy hát bizony ő egy, azt hiszem, OpenSUSE-n próbálgatta, és itt sajnos pofára is esett vele, mert eszembe nem jutott, hogy megnézem egyéb disztribúciókban pontosan, hogy hívják azt a nyomorult csomagot, amivel számomra szükséges fájlok benne vannak, és bizony nem találtam, nagyobban én se találtam, úgyhogy aztán egy idő után itt fel is adtuk azzal, hogy hát kénytelen kellett, hanem mégiscsak maradunk, hogy az Ubuntu próbálja megcsinálni, mert szerintem megvannak ezek a szótárfájlok egyéb disztribúcióban is, nem tudom a csomag nevét. Ezért aztán eltart egy darabig, mire az ember esetleg megtalálja. Úgyhogy amennyiben Ubuntu próbálkoztat vele, akkor mit kellett csinálni? Apt-get install. Ennek ugye az a nagyon kellemes előnye, hogy nem kell vacakolnod, hogy hol a fenében van, pontosan mi is a neve, mert ez a csomagneve, amit leírtam,
Pontosabban ez az a része a csomag nevének, ami alapján ugye jövőben meg fogja találni. Erre is kaptam ugye olyan választ valakitől, hogy neki már fönn volt, és azt mondta, hogy ez a legújabb verzió. Mondjuk úgy finoman, hogy az, ha még nincs feltelepítve, ez konkrétan erre utalt, hogy sajnos ez ilyen a telepítéskor kiválasztható csomagok függvénye lesz, hogy aztán ez neked éppen már fönn van, vagy éppen nincs fönn. Ezért aztán elképzelhető, hogy akár mind a három gyárulag fölkerül, elképzelhető, hogy akár egyik se. Ha fönn van, akkor az abjat is nagyon kedvesen közölni fogja. Igen, legutolsó verzió fönn van. Tehát önmagában azért ez a parancs nem volt, gondolom, hogy túl bonyolult. Na és a folytatás, itt azért már lehetett vele vacakolni. Mit mondtam? Első lépés. A find segítségével keresd meg ezt a két fájt. Tehát, kezdjük úgy, hogy nem olvastam idáig, csak a sor végéig olvastam el a szöveget. Tehát a fájt segítségével keresd meg a verkető, verkető algézét, mert fájlokat. Hogy néz ki ez a parancs? Find per, ugye mert gőzöm nincs hol van, tehát nyilván kénytelen vagyok a gyökérkönyvtárból elindítani a keresést. Minusz? Minusz name, mert név alapján akarom megkeresni. És mi a következő paraméter? Web 2 csillag. Na most akkor aki pontosan így írta, az most kimegy kukoricára térdepel, mert hogy 43 000-szer elmagyaráztam. Egy. A speciális karaktereket a shell értelmezi, tehát hogyha te beírod a parancsot, hogy Web 2 csillag, akkor majd a shell ettől boldogan úgy érzi, hogy neki tevékenykedni valója van, és elkezdi megkeresni, hogy az aktuális könyvtárban van-e Web 2 csillag mintára illeszkedő fájlnév. Na most úgy gyakorlatban nagyságrendileg 101,2% valószínűséggel nem lesz nyilvánvaló módon, csak éppen a probléma, hogy erre tudom, hogy a múltkori alkalommal fölhívtam a figyelmet, hogy ebben az esetben neked két folytatási lehetőséged van. A shell olyan, hogy ha a minta illeszkedéssel nem tud mit csinálni, akkor békén hagyja és odaadja a findnak. Ez az esetek 99%-ában bejön, tehát ha Web 2 csillag mintára illeszkedő findnév nincs, akkor a find tényleg megkapja azt, hogy Web 2 csillag. De abban az esetben, hogyha van az aktuális könyvtárban Web 2 csillag mintára illeszkedő fájlnév, akkor sajnos két további lehetőséged van. Egy darab ilyen fájlnév van, akkor azt lecseréli. Na most, hogyha neked az volt az aktuális könyvtárban, hogy Web 2 Word nevű fájlod volt, mert éppen írsz valami ilyen alkalmazást, akkor persze a find paraméterként ezt fogja megkapni, hogy Web 2 Word. Ami feltétlenül nem azt keresi, amit szerettél volna. Ennél már csak az lesz a rosszabb, bár ugye ez se triviális, hogy a találatból nem jössz rá, hogy miért nem stimmel. Főleg, hogy az előbb raktuk föl. De a nagyobbik baj, amikor a több fájra fog illeszkedni ez a szerencsétlen minta, akkor ugye ő mind a két fájlnevet, vagy mind az 5, vagy mind a 18 fájlnevet beteszi a parancsolba, és a fájl a következőt látja. Keresek a gyökérkönyvtártól kiindulva. Keresem azt a fájt, minusz name. És itt ugye a shell kihelyettesíti a fáj neveket. Web2A1, Web2A2, Web2A3, mint említettem, ABC rendben rendezve. Tehát ő a minusz name után azt látja, hogy Web2A1, mert ugye ez az első paraméter, amit kap, keresni, tehát a Web2A1-et fogja. Majd paraméterként kap egy olyat, hogy Web2A2, Web2A3, Web2A4, és nem fogod szeretni azt az információt, amit ő válaszul kiköp. Ne haragudj, nem értem a feltételt. Lesz a hiba üzenet, mert hogy ő a Web2A2-t, azt már feltételnek fogja értelmezni, és nem tudja, hogy mit akarsz. Úgyhogy, első lépés, backslash, apostróf, idézője, tök mindegy, de takard el a Joker karakter. A második, hogy akár büszke is lehetnék rátok, mert én bizony nem mondtam, de ti nyilván megtaláltátok a dokumentációba, ha lemertétek ezt írni.
hogy a find, a névparaméter esetén önmaga is feldolgozza a Joker karaktereket. Azaz, ha apostrófok közé teszed, apostróf, vagy még idézőjellel, backslash-sel, eltakarod azt a nyomorom csillagot, tehát ő tényleg azt kapja meg, akkor majd ő is úgy viselkedik egyébként, hogy a Shell viselkedne, hogy minden könyvtárban minta alapján próbálja keresni a fájlokat. De ennek a normális módja az, hogy te eltakarod a Shell elől a mintát. Na most itt ennek a legelején mondtam, hogy két lehetőséged van, olyan Shell-t használsz, amelyiknek az éppen aktuális beállítása, ha nem tudja a mintát illesztetni. És mi van akkor, ha olyan Shell-t használsz, amelyik nem illeszkedő minta esetén mást csinál, speciál a C-sel, amiről szó nem volt, de attól még elképzelhető. Valaki majd az idő során elkezdi használni, az úgy működik, hogy ha te beírsz egy parancsot, amiben szerepel Joker karakter, de ő nem tudja a fájlokat kihelyettesíteni, akkor lelkesen ki fog dobni egy hiba üzenetet, no match, anélkül, hogy elindítaná az alkalmazást. Tehát ha nem takarod el a webkettő csillag stringet a parancsorban, akkor akár az a kínos helyzet is előállhat, hogy egyáltalán nem lesz parancsfuttatás. Ha képes vagyok rá, akkor megmutatom, mit tesz nektek. Nem mondom, hogy tökéletesen, de azért látszik a képernyő lényegi része. Tehát find per minusz name, webkettő csillag. Nagyjából ezt mondtátok. Én meg azt mondtam, hogy ha így próbálod, akkor azzal azért lesz meg gondot. Bocsánat, a folytatást még majd négyre hozzuk. Szóval, első lépésként ugye én Kovács Béla userként nyilván nem mindenhez kapok jogot. Az ugye egy külön öröm, hogy az Isten áldja már meg. Nem tudom, volt valaki, akit látott találatot? Mert hát azért a meglehetősen sok hiba üzenetben eléggé nehéz észrevenni, hogy van vagy nincs. Mit ad Isten egyébként? Pont sikerült beletapálom olyanba, hogy van valami webkettő egyéb is egyébként a könyvtár struktúrában. Tehát van egy halom hiba üzenetem, meg egyébként van találatom is. És ő nem látszik a prompt, nekem sem, csak nektek. Ebből én jól látom, hogy ő egyébként még dolgozik és keresgél a változatlanul. Na most ez engem nem érdekel. Nézzük a következőt. Touch web 2. Jaj, nekem nem tudok gépelni. Most mi történt? Ezzel a parancssal, hogy touch akármi, létrehoztam az aktuális könyvtárban egy ilyen nevű fájlt. Természetesen nem kell nekem elhinni. Itt látszik, elvileg a dátum alapján még többé-kevésbé hihető is, hogy ez mostani. Mérete nulla, nem érdekes, nem az volt a lényeg, hogy mi a tartalma, hanem az, hogy most van olyan fájlnév, ami erre a szerencsétlen webkettő csillag mintára illeszkedni fog. Következésképpen, ha most indítom el az előző find parancsot, bocsánat, a teteje nem látszik, na, akkor most mi történik? Az, hogy a shell ezt a webkettő csillagot arra a konkrét egy darab fájlnak a nevére fogja kicserélni, amit én megadtam. Következésképpen pont ugyanúgy meg fogom kapni az 1 millió hiba üzenetet, de már például nem fogja megtalálni az előzőeket, amik a korábbiakban ott voltak. Volt ugye web2, web2a, web2 disk, és így tovább, ezeket mind már nem fogja megtalálni. Na most erről is volt szó, tehát elvileg mindenki kell, hogy értse, na jó, erről a feléről még csak ma lesz. De a lényeg az, hogy ezzel a kettő nagyobb ízével azt mondtam, hogy nem óhajtom a hiba üzeneteket látni. Ne keveredjen már össze, kicsit egyértelműbb lesz megtalálni, illetve észrevenni, hogy ő mit talál. Jól látható, hogy az aktuális könyvtárban az előbb létrehozott fájlt megtalálja, és nyugodtan beszélhetek egy fél óráig, egészen addig hagyhatom futni.
ameddig ő visszaadja a promptot, és jól látszik, hogy nem találja meg a többit. Pont ez a hiba ezzel a formával. Na akkor folytassuk egy kicsit, az előzőhez képest annyit változtattam, hogy adok még egy ilyen vetkettő csillag mintára illeszkedő fájlnevet. Lássuk most, mi lesz az eredmény. Elég egyértelműen villámgyorsan lefutott. Feltehetően az lesz itt a probléma, hogy én most kivételesen eltöltem, vagy eldugtam a hiba üzeneteket. Nézzük már meg. Ezt fogod kapni. Na most, ha nem magyarra van beállítva, akkor az éppen beállított nyelven fogsz valamilyen agyban hiba üzenetet kapni. Mert konkrétan ugye úgy fog elindulni, hogy mínusz mén vetkettő a, szó köz, vetkettő a kötőjel 1, és ebből a vetkettő a kötőjel 1-ből nem tudja, hogy mit akarsz. Azaz, a find-nak a név paramétere nem fogad el több nevet. Ő csak egyetlen nevet fogad el. Azaz, ha visszatérnék a feladathoz, ahol azt mondtam, lehetőleg egy parancsal, akkor igazából arra próbáltam meg némileg utalni, hogy na, valaki használjuk a find-nak a logikai műveleteit, hogy mondhatom, hogy a mínusz név vetkettő a, vagy mínusz név a pont végézé, vagy én már nem tudom, mi a válasz volt a feladott példában. És ezzel ugye egyértelműen előírom, hogy engem csak és kizárólag ez a két fájnév érnek. Azaz, egy pillanatra visszaváltok, mit kerestünk web2 és web2a.gz, akkor tehát így. Jól írtam? Feltéve, hogy ha látnátok, akkor el tudnátok dönteni. Web2 és web2a.gz. Na most, változató az, hogy elindítom, ugye kapok egy vagonyi hiba üzenetet. Na most, mivel most már legalább elindult, tehát innentől kezdve a hiba üzenetek nem érdekelnek. Keressük, lényegesen gyorsabb egyébként, mint az előzőekben. Kitalálható, ugye bekessel egy csomó információt. De most lefutott, és most pontosan azt a két dolgot találja, amit akar. Természetesen nem arról van szó, hogy amit mondtatok, az alapvetően hibás. Az a fele hibás, hogy nem takartátok el a Joker karaktert. Ezt remélem most már egy életre megtanuljátok. Ha olyan parancsról gépelsz, amiben van félreérthető karakter, és nem akarod, hogy a sáv félreértsen, akkor azt egyértelműen, explicit, direkt módon írd ki. Na most akkor, hogy miért vagyok ennyire háklis? Ó, anyám, bocsánat. Na tehát, mint említettem, annak, hogyha te a Joker karaktert nem takarod el a parancsorban, mi lesz a következménye, az sajnos a parancsértelmezőn és a parancsértelmező beállításán múlik. Mint említettem, például a C-sel nem biztos, hogy úgy viselkedik, ahogy te szeretnéd, ezért aztán elindítok egy C-selt, ami az minimum ugye föl kellett volna telepítsen korábban. Mindenesetre most egy C-sel fut, ha másból nem, abból, hogy más a prompt, ebből el lehet dönteni. Természetesen, aki tudja, hogy a prompt átállítható bármire, az nyilvánvalóan kajabál, azért ebből nem következik. De mondjuk hidd el, nekem lévén az előbb az orrad előtt elindítottam. Na most akkor próbálkozzunk meg még egyszer. Find per minus name web 2 csillag. Ugye ez volt az eredeti parancs, most semmi problémám nincs, mert a parancsértelmező ki tudja helyettesíteni a fájneveken, ugye lecseréli két fájnévre, tehát a fájne el tud indulni, és mint az előzőekben ugye visszaadja a kedves hiba üzenetet, hogy nem értem. Na most, állítsuk vissza az eredeti helyzetet,
Tehát megszüntetem ezt a két viccesebb nevű fájt. Nézzük, nézzük meg, mi történik a mostani fájnál. Mi a különbség? Most már a shell nem tud fájnevet helyettesíteni, mert ugye kitöröltem a megfelelő fájneveket. Find no match. Erre én általában igyekszem fölhívni a figyelmet, ugyanis ha nem magyarázzák el neked, nem nézel utána, akkor sajnos a hiba üzenet formájából nem egészen egyértelmű. A find el sem indult. Látszólag olyan, mintha ő írná ki azt a hiba üzenet, hogy no match, amiben az a vicc, hogy ha megnézzük a file dokumentációját, bizony ő ilyen jellegű hiba üzenet nem ír ki. Az, hogy relatíve gyors, az előzőek alapján nem egyértelműen látszik problémának, lévén az előző, a legelső file az lassú volt, a későbbiek már elég gyorsak, mert be tudta cache-elni. Tehát akár hihetnéd is azt, hogy a find 2.0 no match, bocsánat, megint az eleje nem látszik, az egyértelműen a find-tól jövő hiba üzenete, nem. Ez a parancs értelmezőnek a hiba üzenete, és mivel nem tud helyettesíteni, áll otthon, és nem indítja el a parancsot ezzel a gyönyörű hiba üzenettel. Na most, set no no match. Nem kell feltétlenül érteni, közöltem a C-shell-lel, hogy ha no match jellegű probléma van, akkor azt nem kell hibának tekinteni, hanem lesz szíves ugyanazt csinálni, mint az előbb a basnál látszott, hogy átadja módosítások nélkül a paraméter. Azaz, most már a jól ismert módon mi lesz a következmény? Most nem nyomok enter felőtte, megvárom, hogy valaki tud-e valami tippet. Azaz, kapok egy halomnyi hiba üzenetet, hogy hova nincs jogom belekotorni, és egyébként a listában valahol ott lesznek a megtalált fájlerek. Stimmel, annyival jobb a helyzet, hogy most, ha jobban megnézed, valahol a piszkosul el van dugva. Az a néhány megtalált fájnév. Az előző futásnál az volt, hogy előbb jöttek ki a hiba üzenetek, és csak a legvégén ott volt pár fájnév. Hát most a legvégén nincsen fájnév, bocs, megint nem látszik a prompt. Ennek ellenére ott van az a prompt, és nincs fájnév, úgyhogy hát marad az, hogy elkezdek fölfele lapozni, és akkor kiderül, hogy jé, ott valahol két hiba üzenet között éppen talált néhány fáj. Úgyhogy nem ragozom tovább az adott feladatot, addig, hogy find, addig jó, hát mondjuk ezt nem volt nehéz, mert leírta. Az, hogy lehetőleg egy parancsal, arra egyébként, hogy mondja, végeredmény szempontjából jó neked az, hogy megadod helyettesítő karakterrel, de az már hiba, ha elhagyod a helyettesítő karakterek, vagy a helyettesítő karaktereket tartalmazó string körül arra a nyomorult takarásra vonatkozó karaktereket. Én fenntartom, apostrof az elejére, apostrof a végére, az nincs gond. Nem szeretsz ennyit gépelni, akkor backslash a konkrét karakter elé. Ez is egy lehetőség. Az adott esetben nyilván ugyanilyen jó az idézőjel is. De az, hogy csak úgy ott hagyod, na az nem jó. Mert, mint kiderült, éppen szerencséd is lehet, de lássuk be, ez nem egyértelműen rajtad múlik. Képzeld el, hogy megírtál egy ilyen kis parancsfájt, amit majd valaki más fog használni. Gőzöd nincs, hogy milyen könyvtárban lesz. Akkor, amikor ő ezt a parancsfájt lefuttatja, amiben te így hivatkozol. Úgyhogy, szóval, a lényeg az volt, hogy takard el, a lényeg az volt, hogy ha precíz akarsz lenni, akkor igazából a or funkcióval minusz ném ez, or minusz ném az lett volna az igazán ideális, és még egyszer, nagyon csúnya voltam, de tudatosan nem mondtam, hogy a find név alapú keresésében meg lehet adni a Joker karaktert. Tehát ha te elolvastad a dokumentációban és az alapján választottad, akkor jó. De ha csak így hasraütésszerűen beírtad, akkor azért az úgy
a jövőre nézve nem lesz túl biztató, mert akkor ugye a későbbiek során is úgy véletlenszerűen próbálkozó dolgokkal, aminek vicces következményei tudnak lenni, hogy óvatosan igazából ez a lényeg. Na jó, szóval, fájl parancs segítségével keresd meg, lehetőleg egyetlen kereséssel. Na most, tehát akkor mi ez a parancs, és hol vannak a fájlok? Nézzem meg magamnak, mi? Annyira érdekel. Ruescherter, Scherter, Dikt. Jó. Oké. Okay. Másik következő. A csöma, bocsánat. Tehát, ugye felraktál három csomagot, pontosabban három csomag érdekel minket. Az, hogy éppen a Web2, meg a Web2 AGZ, az a Mists Files-ban van, az a kutyát nem kéne, hogy érdekelje. Pontosabban én tudatosan nem írtam le, most sem tudható, mert a fájl alapján csak annyit tudunk, hogy hol van. Na tehát, a csomagkezelő és a grep segítségével keresd meg, hogy a British English és az American English hol van. Ez mit takar? Nyilvánvalóan azt, hogyha az előbbi három csomagot telepítettem veled föl, akkor legalábbis elsőre valószínűleg ennek a háromnak a tartalmában lenne érdemes keresni. Na most ez is olyan, hogy tudom, hogy tegnap valakinek nem sikerült rájönnie, vagy én legalábbis úgy fordítottam magamban, amit mondod, hogy ő benne nem tudatosult, hogy valószínűleg ezen három csomagok, vagy három csomag valamelyikéhez tartozik ez a két fájl. Így nyilván egy picit nehézkesebb a dolog, de a lényeg az, hogy én arra próbáltam megutalni, hogy keresd ki a csomagkezelőben, hogy ez most az APT-get, vagy a DPKG, vagy hogy egyéb operát, vagy disztribúciót választasz, akkor az most JUM, CIPPER, vagy éppen maga az RPM. Mindkét esetben egyébként sokkal hatékonyabb erre az alacsony szintű, tehát a DPKG, illetve az RPM. A lényeg az lett volna, hogy találd meg, hogy mi az az opció, amivel rá lehet beszélni a csomagkezelőt arra, hogy egy általam névvel adott csomag tartalmát listázza ki. Konkrétan azt, hogy az a csomag miből áll. Azaz én konkrétan arra a parancsra gondoltam, hogy DPKG minusz nagy L, mint lista. Egyébként, ha valakit szeretne hosszan gépelni, akkor van neki valami minusz-minusz, talán listázza, vagy valami hasonló nevű verziója is, amely paraméterként nyilván csomagnevet vár, tehát ugye az esetek, vagy hogy mondjam, én azt feltételeztem, hogy te rá fogsz, hogy ebből a három csomagból kell kiindulni, tehát kiadod ezt egyszer Mists Files-ra, aztán a American-re, aztán a Way English-re, és ugye az, hogy és a grep segítségével ez mit akar? Pipe, az függőleges vonal, grep, és hát megadod ennek a nevét. Na most, igazság szerint megint az van, hogyha nagyon-nagyon, hogy is fogalmazom, intelligensen közelíted a problémát, akkor mit csinálsz? Lefuttatod a DPKG-L-et, és a pipe után vagy egy egrepben kerekzárójelek között függőleges vonallal elválasztva megadod ezt a két stringet, vagy minusz E egyik név, minusz E másik név formában, ugyanazzal az egy darab greppel keresteted meg mind a kettőt. Nyilvánvalóan az, hogy most melyik csomagban lesz benne, erre azért hogy lehet némi halvány tippeket feldobni, hogy hát valószínűleg az American, az a The American-ben lesz, és valószínűleg a British, az meg a The British-ben, de nyilván nem egyértelmű. És sajnos nem is minden ilyen esetben triviális ennyire, hogy tényleg abban kell, hogy abban fogod megtalálni. De a lényeg igazából az lett volna, hogy ha nagyon-nagyon puritán módon csinálod, akkor legrosszabb esetben 6 darab DPKG grep csővel, de kinyert az információt. Mert mondd azt, hogy DPKG minusz L lett a Mists Files-ra, grep, American, English. Nem nyert, grep, British English, nem nyert, oké, Mists Files ugrott. Mondunk egyet, DPKG-L, British English, pipe, grep,
American English, csak hogy meglegyen a hat találat. Ebben az esetben, hogy megint nem találsz, grab British English, megvan. A más kérdés, hogy én úgy gondolom, egy kicsit is gondolkodó elme úgy van vele, hogy ha a British English-t már megtaláltam, akkor harmadik csomagban már nem keresném meg még egyszer. Hát azaz nem fogom mindenképpen mind a hat parancsot lefuttatni, de valami ilyesmire gondoltam. Na szóval, így ez világos? Összejött? Volt olyan ember, akinek sikerült megtalálni. Hol vannak ezek a fájlok? USR-ben, pont ugyanott van, mint a 4. A Web2, Web2 AGZ is az USR-be kerül, meg ugye ezek is. Hát mert őszintén szóval azért nem véletlenül írtam oda valahol, hogy ezek szótár fájlok, tehát azért némileg logikus, hogy mondjuk a Ubuntu telepítésben ezeket az USR Dict nevű könyvtárban, ugyanabban a könyvtárban találódnak. Nem mondom, hogy ezek mindig ott lesznek, és mindig ott voltak, és minden disztribúcióban itt van, de mondjuk az Ubuntu-ban itt van. Na, oké, innentől kezdve van 4 darab fájlunk. Azt mondja, a fenti 4 fájlból az egyik gézék parancsal tömörített, melyik az? Azt már nem kérdeztem meg, hogy is erre hogy jössz rá. Úgyhogy ki hogy jött rá, és melyik az? A web2a.gz az, amelyik ilyen tömörített, és hogy jöttél rá? Picit hangosabban, csak annyira, hogy én halljam legalább. Így ránézésre. Köszönöm, teljesen jó a válasz. Lévén eddig nem kaptál rá semmi ennél jobb információt. Azaz ránézésre. Egyébként ezzel kapcsolatban én általában el szoktam sütni meglehetősen csúnya és meglehetősen béna viccet, hogy tehát a feleségedet is azért vetted el, mert Kovács Beának hívták. Nem az, hogy hogy néz ki, mit tud, ez nem érdekel. A feleséget keresek, csak Kovács Beák jelentkezhetnek. Pont! Ugye, szóval azért lássuk be, ez egy erős túlzás. Ez a fajta megközelítő, nyilván az adott körzetben némileg jogosnak tekinthető. Úgyhogy csak úgy az érdekesség kedvéért, van nekünk egy parancsunk, neve file. Paraméterként file nevet vár, és amennyiben képes, akkor mond rá valamit. Na most gőzöm nincs egyébként, hogy a saját gépemben föl van-e telepítve. File per usr-share-dict web Web2a.gz. Gzip compressed data, mondja ő. Tehát, ha ugye jó érzékkel indultam volna el a vizsgálatban, akkor itt abba is lehetne hagyni. Nyilván, ha nem jó érzékkel indultam el, akkor valami ilyesmit kellene kapni. Félreértést ne essék az, hogy pontosan mit fog a file, egy konkrét file belső tartalmára nézve mondani, hogy ez mi. Ez egy egyébként szöveges formátumú, csúnyán fogadva adatbázisban szerepel. Egyébként mágikus fájlnak hívják ezt a csodálatos fájl, az a neve, hogy magic. És ebben szépen le van írva, hogy ha ilyen bitmintával kezdődik, akkor ezt kell rámondani, ha olyan bitmintával, akkor azt kell rámondani. Úgyhogy elég sok okosságot tud. Sajnos van egy vicc, hogy időnként hazudik. Tehát abban az esetben, hogyha gőze nincs, akkor nem azt mondja, akkor szimplán csak annyit mond, hogy binary data. Azt ezzel elintézetnek tekinti a dolgot. Tehát őszintén szóval nem minden esetben egyértelmű, hogy a válaszsal ténylegesen tudsz mit kezdeni. Ezen túlmenően természetesen van olyan, ami félreérti a dolgokat, tehát azért egyértelműen nem feltétlenül kell neki mindent elinni, de egy ilyen elindulásra azért jó. Na jó, oké. És ezek után 8-as pont. Keresd ki a dokumentációból, hogyan kell egy tömörített file tartalmát a normál kimenetre, standard outputra, íratni úgy, hogy a tömörített eredeti file megmaradjon. Reményeim szerint mindenki rájött, hogy mi az a parancs, aminek a dokumentációját olvasni kell. Ez ugye a gzip. Ha egyszer fölötte szerepelt, akkor azért annyira nem volt reménytelen talán. És a dokumentációban megtaláltad, minimum 2 megoldás van,
megvalósítás függő egyébként. Van gézip. Tehát egyik lehetőség, másik lehetőség, az abszolút harmadik lehetőség. Ki mit talált? Minusz C, de az önmagában kevés. A... Na, tehát, ha a gézip néven indítom a parancsot, akkor kell a D opció, hogy decompress, a C opció, hogy a standard outputra, és a file name, és akkor a dolog jó. A tiéd is jó, ha azt a parancsot indítod, hogy gunzip, mert ha ezen a néven indítod a parancsot, akkor már elég neki csak a C opció is, és hogy ugye a lehető legrövidebb megoldás is ott legyen, ott van a Z-ket nevű verziója, más terjesztésben egyébként lehet, hogy GZ-ket néven éred el, ami mind a decompress, mind a C opciót tartalmazza, maga a név. Tehát ha azon a néven indítod el, hogy Z-ket vagy GZ-ket, akkor ugyanazt kapod. Én személy szerint úgy vagyok vele, hogy arra vannak az opciók, hogy nekem ne három különböző parancsnevet kelljen megjegyezni. Én személy szerint általában azt mondom, hogy gézip, azt megadom a megfelelőt. Főleg azóta, amióta sajnos belefutottam, hogy én éveken keresztül azt mondtam, hogy gézéket, aztán egyszer jött egy disztribúció, aki között, hogy itt ezt nem így hívják, ezt itt csak zéketnek hívják, amivel konkrétan az a bajom, hogy az sajnos már egy foglalt, egy másik tömörítőnek hívták ugyanígy a képernyőre dekompresszáló verzióját, ami még tudom én a legtöbb Linux-fejlesztésben alapból nincs fönn, innentől kezdve lenyúlták mondjuk úgy finoman ezt a nevet. Azóta mondtam, hogy jó, kész, amúgy sincs sok értelme, használjuk azt, hogy kézik, minden DC. De természetszerűleg mondom, hogy melyik formát használtad, az mindegy. A lényeg, hogy ugye ez békén hagyja magát a fájt, nem foglalsz el tízszer akkora helyet, viszont ugye lehet a kimenetével dolgozni. Jó. Na jó, és hát akkor úgy gondolom, elérkeztünk, aki egyáltalán nekiugrott azoknak valószínűleg a legnehezebb feladathoz. Természetesen nem állítom, hogy nehéz, de azért általában, akik nem foglalkoztak szabályos kifejezéssel, azok azért el szoktak tudni rajta egy kicsit tűnődni. Mi a jó úristen? Tehát, hogy finom legyek, olyat is kaptam tegnap, ne haragudja, de ő már kérdést sem érti. Amivel egyébként, hogy is mondjam, akár még egyet is tudok érteni, mert azért nem egy triviális, pláne a megfogalmazása, de őszintén szólva nem tudom, hogy mennyivel lehetne ezt jobban megfogalmazni, ha itt levő 70-80 ember segít nekem, akkor ez a későbbieknek segít, rajtatok már nyilván nem. Szóval, fenti négy fájlban keresd meg azokat a sorokat. Azt most így hirtelen, ott van még a képernyőn, úgyhogy jó van, megnyugodtam, nem emlékeztem, hogy írtam vagy nem írtam, hogy ezek a fájlok mind úgy néznek ki, hogy egy sor, egy kifejezés vagy szó, mint szótár fájl. No szóval, gyakorlatilag ezek a fájlok különböző nyelvi környezetből angol szavakat, illetve kifejezéseket tartalmaznak, és egyébként egy hihetetlenül ódivatúnak tekinthető, nagyon régóta létező, mondjuk úgy, hogy helyesírás ellenőrzőnek voltak ők a kiegészítői. Ezzel viszonylag könnyedén lehetett rá egy szövegre rámondani, hogy most elgépeltél benne valamit, vagy nem. Na most mindenki tudja, hogy ez persze nem egy tökéletes dolog, mert a helyesírás ellenőrzés az önmagában kevés, mert hogy lép vagy lep, mind a kettő hibátlan, de természetesen lehet, hogy az adott esetben nem jót írtál. Egy helyesírás ellenőrző csak úgy mindenféle egyéb nélkül ezt nem fogja kiszűrni. Azaz bizonyos gépelési hibák persze így is maradhatnak. Na, a lényeg a következő, van nekünk négy fájlunk, soronként egy szó vagy kifejezés, amik elvileg az angolban léteznek. Na most, keressük meg azokat a sorokat, amelyekre, és itt sajnos nem tudom, hogy lehetett volna lényegesen jobban megfogalmazni, hogy ez két feladat. Az egyik feladatban az első feltételnek kell teljesülni, a másik feladatban pedig a második feltételnek. Azaz nem együtt. Na szóval, kezdjük az elején, valószínűleg nem véletlenül írtam pont ebben a sorrendben. Tehát,
Előfordul benne az angol ABC összes magánhangzója legalább egyszer. Eddig azért remélem nem olyan bonyolult. Tehát van benne A, E, I, U és U. Öt darab magánhangzó van az angol ABC-ben. Elnézést, hogy ezt így feltételeztem, hogy ez mindenkinek adott. Bízom benne, hogy azért nem nagyon lőttem mellé. Na most, kis nagybetű nem számít. Ezt valamikor sikerült rájönni, hogy azért ezt is meg kell adni, mert... Na most, és itt jön a neheze, ugye már ez az öt darab magánhangzó oly módon szerepel, hogy a magánhangzók, tehát a létező magánhangzók közül tudok ötöt kiválasztani. Nem tudom mennyire egyértelmű, ebben benne van, hogy nem baj, ha több a magánhangzó szerepel abban az adott sorban. Nem baj, ha van 8, 10, 15, mind nem ért. De abból a 15-ből legyen 5 olyan, hogy ha valamely magánhangzó az ABC-ben előrébb van, az A van legelőbb, valahol mögötte jön az E, akkor ez az adott soron belül is előrébb legyen. Tehát a sor elejétől elindulva valahol kell találni egy A-t. Egy olyan A-t, ami mögött az összes többi magánhangzó meg. Az E is, az I is, az U is, az U is. Elismétlem, az nem probléma, ha egyébként valahol az A előtt vannak magánhangzók. De mögötte legyen meg a maradék négy is. Tovább megyek. Ha tehát megvan az A, ami mögött ott az E, akkor mivel az E előrébb van az I-nél, az U-nál, meg az U-nál, ez azt jelenti, hogy az A mögötti erre még az is igaz, hogy és mögötte kell találnom I-t is, O-t is, U-t is. Ezek között kell lenni legalább egy darab olyan I-nek, ami mögött van O és U. És ezen O-k és U-k között kell találni legalább egy olyan O-t, ami mögött van legalább egy U. Na, hát ez őszintén szóval, akinek sikerült megoldani a feladatot, az tudja, hogy sokkal bonyolultabb elmondani, mint leírni. De, hogy azért ne legyen annyira reménytelenül bonyolult, adtam hozzá némi helpet. Némiként, de jó lenne, ha arrébb tudnám vinni. Nem ezt kell nekem. Bocsánat, végképp elveszítettem a fonalat. Rukkadjál meg. Ja, elrakjuk innen. Na. Ilyen nincsen. De van. Igen. Na tehát. Most a nehezen is, de sikerült elérni. Itt van két sor, hát jó, nem angol. Gondoltam, talán egy magyar térnek picit könnyebbé teszi az értelmezést, és hát a, hogy is fogalmazom, csak a tartalmát, azt ha nem veszitek zokon, nem nagyon igyekeztem értelmesnek. Tehát legalábbis aki almaecetet iszik mustal, hát szóval. Izé! No tehát! Mustot és almaecetet ittam kora délután. Ez ugye a hihetetlen bugyuta példa, amely példa azért volt fontos, mert ugye kiemeltem benne, hogy ez az A, ez az E, ez az I, ez az O és ez az U az, ami nekem megfelelő, azzal együtt is, hogy egyébként itt van előtte U és O korábban is. De a lényeg az, hogy erre a konkrét öt karakterre pontosan igaz a feltétel. Na most, itt a másik, ami ugye csak egy szimpla sorrendi cseréje ugyanannak a mondatocskának, jó, tartalmi változása is van egyébként, de mi a lényege? Hogy mivel a sorrend felcserélődött, sajnos a végéről az egy szál nyomorult, bocsánat, mert bocsánat, mind a két ú előre került, és így módon, mit ad Isten, az A mögött már nem lesz ú. Tehát az első feltételnek nem felel meg. Nyilván ugye, ha tovább olvastam volna itt most a feladatot, mint ahogy ti reményem, mint valamikor azért mégiscsak tovább olvastátok,
akkor abban látszott, hogy ahol csak az a cél, hogy ne legyen mind az öt magánhangzót, persze mind a két sor megfelel a feltételnek. Na tehát, ezek után most akkor van egy olyan kérdésem, hogy van, aki még most sem érti a feladatot. Nem azt, hogy hogy kell megcsinálni, ez egy másik kérdés, hanem hogy mi a feladat. Jó, bevállalni senki nem meri, tehát tételezzük, hogy mindenki érti. Helyes? Oké, akkor hányan tudták megoldani? 1, 2, 3, 4, 5. Jó, oké. Nosza, ki vállalja be? Hölgyem. Az első felét tudtam. Jó, rendben. Grek, ez a túlsó vonalka, szögletes zárójelbe A, bezárva, pont csillag, szögletes zárójelbe E, bezárva, pont csillag, és így. Jó, tehát, ha jól értelmeztem, jó, beírom, legyen kerek. Bocsánat? Én megelégettem magammal csak kis betűsre, úgyhogy még lehetne nagy. Rendben. Így van egyébként, de mivel a feladatban is így szerepelt, úgyhogy ez tökéletesen elég. Itt még szeretnék valamit megkérdezni. Hát jó, tehát függőleges vonal, és más már nem kellett ez, és fájnék, jó. Oké, na, tehát, hogy is legyen szépen megfogalmazni, a válasz jó, nem tökéletes, de jó. Egy, mivel a feladatban az volt, hogy a kis és nagy betű nem számít, ugye az egyik lehetőség, hogy az ember odaírja a nagy betűt is, az A mellé, az E mellé, az I mellé. A másik lehetőség, van a grepnek egy ignore case opciója, azaz minusz I opció, és már nem kell ennyire elbonyolítani. De még egyszer mondom, a feladat megoldás jó. De miért mondom, hogy nem tökéletes? Mondd hangosabban. Pontcsillag kell az elejére. Visszakérdezek. És a végére akkor nem kell? Jó, a válaszod hibás. Nem kell, de lehet. Nincs valódi jelentősége, lévén nem szerepel a mintában az, hogy hol keresem, innentől kezdve ő bárhol meg fogja találni a soron belül. Egyébként erre vártam, hogy most akkor van a végén pontcsillag vagy nincs, világos volt, hogy az elején nem hangzott el, de nem tudtam, hogy hogy fejezi be. Tehát az nem kell. Az elejére és a végére a pontcsillag kiírása fölösleges. Ha nagyon kötekedni akarnék, akkor azt mondom, hogy ha kiírod, akkor viszont légy szíves az elejére rakj egy cirkumflexet, a végére meg egy dollárt. Előír, hogy már pedig nekem ez az egész sort vegye le. Noha, még egyszer mondom, nincs jelentősége, az fölösleges. Nem ez a bajom vele. Miért rakom szögletes zárójelbe? Ha zárójel nélkül írnám le, akkor is ugyanazt a kis át jelenteni. Tehát ha nem írtad mellé a nagy betűt, akkor ez egyszerűen fölösleges. Nem a baj, mert ugyanazt a kis át jelenti, csak egyszerűen túl sok mindent írtál. Azaz, ez... Bocsánat. Pontosan ugyanazt eredményezi. Azaz a válasz, jó, sikerült, átmentél, megvan a feladat, tehát ezzel nincs gond, és egyébként valóban ez a válasz. Azaz igazság szerint arra kellett rájönni, hogy ha leírom magukat a szükséges betűket, ugye a feltétel azt mondja, hogy amilyen sorrendben az ABC-ben vannak, olyan sorrendben legyenek meg az adott soron belül is. Tehát le kell írni ugye az A-t, az E-t, az I-t, az O-t és az U-t. És hogy az a mögötte van, az pedig ugye azt jelenti, hogy ebben a sorrendben írom le, na de mivel nem tudjuk, hogy mi van közötte, közé kell rakni azt, hogy pont csillag. Mert ugye olyan is lehet, hogy egymást követi, egy-kettő ezek közül, ugye például az valószínűleg valaki tudja, hogy a ós az egy eléggé gyakori végződés az angolban, tehát sok eséllyel lehet az, de lehet más is.
EI, AE, nem tudom, hát ugye az AE az mit tudom, aeróban például benne van, most túl az, hogy ugye az önmagában kicsit kevés lenne. De a lényeg, hogy arra kellett rájönni, hogy fölírom magát az öt magáhozat a megfelelő sorrendben, és már csak azt kell közé írni, hogy ott vagy van valami, vagy nincs. És ezzel előállt a megfelelő keresés eredménye. Na most, hát akkor lássuk. Melyikben keresek? Mindegy, keresek. Jó volt, köszönöm. Web2-ben. Kinek ment elég gyorsan? Tehát ugye kicsit sokan vannak. Erről a parancsról sem volt szó, de ugye a feladatban igen. 180-at talált csak ebbe. Az más kérdés, hogyha az ember elkezdi nézegetni, akkor nem sok olyan embert ismerek, aki így ezekre így nem csodálkozik. Te jó szagú, úristen, micsoda érdekes kifejezések vannak ebben a nyelven. De vannak páran. Na most. Akkor bonyolítsuk a dolgot, most keressük a American English-ben. Igen, végül is valószínűleg teljesen jó lenne. Ha már itt tartunk, nézzük meg. Nyertél. Ebben a fájban már csak hetet talált. Britben úgy szintén. A másikat azt azért nem akartam, mert ahhoz egy kicsit macerásabb, de... Ha már itt tartunk, akkor minusz C. Ebben a sorban fájlom meg. Ha jól írtam le a feltételt, akkor ebben meg 27 darabot talált. Most nem az a lényeg, hogy most ennyi, annyi, annyi. Nyilvánvalóan az adott feladatban nem is az volt a lényeg, hogy miután megvannak a kifejezések, akkor ebből a listából képes vagy-e arra az, hogy azt mondja a pipe more, és az így kapott első képernyőny szövegből leszámolt a harmadik sort. Meg nem is az, hogy ezek után ezt egy akármilyen webes, nem webes szótárban meg tud találni. Nyilván a feladat lényege az persze az volt, hogy oké, le tudod-e írni magát a negyedszer. Az M kapcsoló az is jó, nem? A grafnek van egy ilyen mínusz M, és akkor meg lehet adni egy harmadik találat. Na most megleptél, életemben nem hallottam erről az opciójáról, köszönöm szépen, meg fogom nézni. Úgyhogy külön jó, hogyha ilyennyel van, mert akkor még pozitívum. Ebben az esetben te úgy döntöttél, hogy ha már egyszer manuálban benne van, akkor használjuk azt. Teljesen jó, nem erre gondoltam, én most tényleg konkrétan arra gondoltam, szimplán. Egyébként előtte valami olyasmit akartam, hogy az utolsó előtti, vagy mit tudom én, aztán háromig legyen lehetőség elszámolni, aztán kész. De erre az opcióra egyáltalán nem tudtam. Úgyhogy, a lényeg nyilván az, hogy magát a mintát valahogy kiizzadjad magadból. Na, hogy őszintén mennyi idő volt? Első másfél óra a feladat megértése. Következő két óra magának a regexnek a kigyökölése. Nagyjából sikerült eltállnom, ugye? Nem véletlenül mondtam, hogy a mostani házi feladat picit talán bonyolultabb lesz a eddigieknél, mert sejthető volt, mindazonáltal szívesen veszem, hogyha valaki a szünetben elmagyarázza, hogy hogy kéne ezt a feladatot könnyebben érthető formában elmondani. Na, mielőtt rátérnénk majd az anyagra, ugye van ennek a feladatok egy másik fele, belefér még 5 perc, akkor zonat.